Győzelemmel kezdte az idei EB-selejtező sorozatot a magyar női kosárlabda válogatott. A litvánok ellen bravúros győzelmet aratott Székely Norbert jócskán átalakított együttese, amelyből végleg elbúcsúzott a korábbi csapatkapitány is. Fegyverneki Zsófiával Skype-on beszélgetünk. Szia Zsófi, hallasz minket? Sziasztok, igen. Szia, szia, jó reggelt. Jó reggelt. Hát már nagyon-nagyon régen gondolkodtál ennek a visszavonulásnak a gondolatával, és aztán most végig is meg kellett lépned. Milyen volt így nézni, hogy egy nagyon komoly meccset kellett a csapatnak játszania, és te nem lehettél ott? Hát picit azért furcsa volt, de szorítottam a lányoknak, élőben néztem belőle, amennyit tudtam, úgyhogy más érzés, mint ott lenni a pályán. Milyennek találod ezt a csapatot? Mennyire sikerült Székely Norbinak összeállítani? Ugye volt egy érdekes húzása, hogy a honosított játékosunk az most nem egy kis ember, hanem egy magas centerről van szó, ugye Góriról, és nagyon jól bejött ezen a mérkőzésen például. Igen, én azt hiszem, hogy ez az egyik kulcsa volt ennek a mérkőzésnek, hogy a palánk alatt fel tudjuk venni a litvánokkal a harcot, mivel nekik ott azért nagyon magas, illetve olyan kosárlabdázóik vannak, mint például Petronite, aki a Galatasarayba játszik. És nagyon fontos volt az, hogy ezen a meccsen ne kerüljenek a palánk alatt nagyon nagy fölénybe, ami azt hiszem, hogy be is jött. Kívülálló szemmel csapatkapitányként azért mégiscsak figyelted ezt a mérkőzést, és láthattad te is ezeket a hullámvölgyeket, amikor bizony elengedtük a litvánokat, és hogy milyen elképesztő fordulattal mégis vissza tudtunk jönni. Mit mutat ez a csapatról? Volt ez korábban is, és a kosárlabda sajátja, hogy azért vannak ilyen hullámvölgyek, hullámhegyek, vagy tényleg van valami ereje ennek a csapatnak, amikor még talán egy kicsit figyelmetlenebb? Én egy kicsit fordítanám ezt a másik oldalra. Én úgy érzem, hogy az utóbbi években ennek a társaságnak tényleg nagy ereje és nagy, hogy mondjam, az egyik erőssége volt az, hogy nem adtuk fel, és minden helyzetben 40 percig játszottunk, és én azt hiszem, hogy ez most is látszott, hogy amikor a litvánok előnybe kerültek, akkor sem adták fel a lányok, akkor sem ijedtek meg, és 40 percig koncentráltak, és ez volt szerintem a kulcsa ennek a meccsnek, hogy ott 7-8 pontos litván vezetésnél is ugyanolyan önbizalommal dobták a dobásokat, tudták, hogy hol szeretnék befejezni a támadásokat. Úgyhogy én ezt abszolút visszaláttam, amit itt éveken keresztül jó pár játékossal is beszéltünk, hogy én ezt hiszem, hogy ez lehet az ereje a magyar csapatnak, az egység, és az, hogy 40 percen keresztül harcol. Mi megy nekünk még jobban? Mi megy ennek a csapatnak még jobban? A támadás vagy a védekezés? Ezt Székely Norbi azt említette, hogy a harmadik negyedben a védekezés váltás hozta meg azt a fordulatot, hogy aztán meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést ugye 3 ponttal. Te hogyan láttad kívülről, és mi az, amit ugye persze egy edző a legfontosabb momentumot emeli ki, de te hogy látod a mi védekezésünket, akár a támadásunkat? Igen, ott a harmadik negyedben én is úgy láttam, hogy a litvánoknál azért zavart okozott a védekezésváltás. Próbálták a belső embereket párszor csapdával megállítani, és ebből sok eladott labdájuk is volt a litvánoknak, amiből aztán mi könnyebb kosarakat is tudtunk szerezni. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy tényleg kulcsa volt a mérkőzésnek. Illetve én még azt emelném ki, hogy a magyar csapatban tényleg a padról is, és hogy szerintem gyakorlatilag minden ember, aki pályára lépett, pontot szerzett, és a kiegészítő emberek is nagyon sok pluszt tudtak hozzátenni, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez is ezen kívül még lehetett a siker kulcsa. Figyeled ilyenkor kifejezetten a csapattársakat? Ugye gondolok itt Határ Bernadettre vagy Dubej Debórára. Tudod őket ilyenkor figyelni, külön nézel, vagy hívjátok egymást? Mennyire van ilyenkor a csapatszellem így is a játékosokban meg bennetek? Persze, hát azért velük kimondottan szorosabb a kapcsolat, meg szinte napi szinten például a Debivel azért szoktam beszélni, hogy mi újság van, hogy érzi magát, milyen volt a meccs, de a válogatottban több ember is van, akivel meccs előtt is és meccs után is pár szót váltottunk, hogy gratuláltam nekik, és beszéltünk, hogy mi újság van, úgyhogy ez szerintem ez a normális.
Ugye ma játszik a csapat majd Albánia ellen, és nekünk nagyon fontos lenne, hogy ugye Litvániát és Albániát meg tudjuk verni a továbbjutás szempontjából. Mit látsz, mikről beszélgettetek már? Ugye mindenki ezt a meccset figyeli most nagyon, hiszen kipipáltunk már egy Litvániát. Igen, azért papíron ez az albán meccs egy könnyebb meccsnek ígérkezik. Ugye egy nagyon nagy arányú, közel azt hiszem, hogy 90 pont körüli vereséget szenvedtek az albánok az oroszoktól az első körbe. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy azért ez egy könnyű mérkőzés lesz. És szerintem mindenki lehetőséget fog kapni, és tudjuk, illetve Székely Norbert tudja majd azért a csapatot építeni tovább ezen a mérkőzésen, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt majd erre is fel lehet használni. Egy picit beszéljünk megint csak rólad. Ugye gyermeked születése óta is egyre jobban érik benned az, hogy azért csak több időt kéne vele tölteni. Most éled meg ezt először, ugye ez egy válogatott időszak, amikor a csapattal sincs annyi feladat, most végre otthon lehetsz. Mennyire furcsa ez a váltás? Igen, főleg az a, itt ennek az egésznek az volt igazából a lényege, és azért más, mert most itt van egy olyan két hét, amikor nem kell utazni. Tehát ettől függetlenül nekünk itt Sopronban ugyanúgy edzéseink vannak, és naponta kétszer ugyanúgy el kell mennem edzésre, de nincs az a, most például ugye ez a válogatott szünet úgy nézett volna ki, hogy elmentem volna az elején, aztán két hét múlva pedig visszajöttem volna, ami azt gondolom, hogy azért egy nagyon hosszú távollét, és ez akkor még vegyük azt hozzá, hogy én itt egész évben az Euroliga miatt két hetente 3-4 napot nem vagyok itthon, úgyhogy tényleg ez, hogy most ezt a két hetet itthon töltöttem, és nem edzőtáborban, illetve hát utazással és meccsekkel, azért ez neki is nagyon más volt. Mármint Márknak. Úgyhogy, kinek nehezebb? Úgyhogy ez... Kinek nehezebb, neked vagy neki? Mert azért mégis egy anya ott szeretne lenni az esti lefekvésnél, gondolom én. Igen, ez érdekes egyébként, mert mindenki azt hiszi, hogy amikor már nagyobbak, akkor már könnyebb, de szerintem ez pont fordítva van, hogy most már, ahogy egyre jobban érti és tudja, hogy mi történik, és érzi azt, hogy mennyit vagyok itt, egyre nehezebb, mert egyre okosabb, és olyanokat tud mondani, hogy anya ne menj el, meg anya maradj itt játszani, szóval ebbe azért nehezebb, mert kiskorában igazából nem nagyon volt beleszólása, meg nem nagyon nyilvánította azt ki, hogy ő mit szeretne, most már hangot ad neki, hogy ő azért azt szeretné, hogyha én ne menjek sehova. Jön a gyerekuralom és a lelki terror, mert anya lelkire mindig lehet hatni, gondolom én. Hát szerintem ez mindenkinél így van. Hát tanúsíthatom, hogy ez valóban így van. Vissza egy picit a válogatotthoz. Hogy látod, ez a csapat új lendülettel, új edzővel, új emberekkel meg tudná fogni itthon az oroszokat? Ugye ők lennének a legnagyobb ellenfelek. Ők azok, akik azt mondjuk, hogy talán le is írhatjuk azt a meccset. Hát ha, meg tudnánk fogni őket valamivel? Én azt hiszem, hogy hazai pályán minden lehetséges, ki lehet fogni tényleg egy olyan napot, ahol egy nagyon jó formában játszunk, és én azt hiszem, hogy lehet az oroszokkal egy szoros meccset játszani, de ugye ez majd a következő körnek a mérkőzése lesz már, tehát ennek a februári összetartásnak. Én azt hiszem, hogy most erre a mai meccsre kell koncentrálni, hogy ezen ebből a meccsben minél többet kihozni, amit lehet, és aztán majd februárban pedig már olyan szempontból könnyebb lesz, hogy már volt együtt ez a csapat, játékosok is tudni fogják, hogy az edzők és a stáb mit szeretne játszani, és már könnyebb lesz felvenni a ritmust, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy esetleg itthon valamilyen meglepetést majd tudnak okozni. Hát mi is ebben bízunk. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltél velünk. Szia! Én is köszönöm. Sziasztok!